Változóban vannak a vásárlói szokások, de továbbra is nagy az igény a régi, hagyományos sütemények és torták iránt. A megkérdezett cukrászüzem vezetője szerint az elmúlt évek nehézségei ellenére pozitív változásokat is tapasztalnak. A múlt hónapban volt 20 éves a Novinich cukrászüzem. A vállalkozás 2021-ben váltott telephelyet, ami nagy fordulat volt, de mára úgy érzik, pozitív változást hozott. A Covid utáni időszak és az infláció nehéz helyzeteket szült, pláne hogy korábban ritkán emeltek árakat, de a mostani helyzet a cukrászüzemet sem kímélte. Ők 20%-ot drágítottak, de a vezetőség úgy látja, ezt elfogadták a vásárlók. Meg kellett építeni, és azon is meglepődtünk, mert tartottunk tőle, mert a korábbi áremelések, amíg voltak, azokat úgy dúzzogva fogadták mindig. Most meg érdésmond fűtszóval átment mindenhol, mert mindenki mindent emelt. Tehát nem volt olyan, hogy most én emelek, ő nem emelt, tehát mindenki emelt, és mindent. És akkor ebből kifolyólag ezen is meglepődtünk, mert mondom, évi egy emelést, ha csináltunk, akkor már mindenki vakarózott, meg 1-2%-on alkudoztunk. Most ilyen probléma nem volt. Mennyiségileg kevesebbet rendelnek az emberek, említette Novinich József tulajdonos, de az ár ezt kompenzálja. Változóban vannak a szokások, viszont a házi jellegű sütemények továbbra is jelen vannak a családoknál a jelentős eseményeken. Az esküvőknél picit visszavettek, én legalábbis ezt tapasztaltam, mindenki karcsúsított, még a vendégek létszámában főleg, és azon belül is egy kicsit ilyen nadrágszi összehozó dolgot tapasztaltunk, a ballagásoknál viszont pont az ellenkezője. Tehát ott már gyakorlatilag óvodától elkezdve már mindenki ballag. Tehát az egyik helyen elveszett bizonyos dolog, a másik helyen meg hozzájött. A régi ízek közül csaknem 60-70 féle található meg a cukrászüzem listáján, de folyamatosan készülnek valami újdonsággal is a vásárlóknak.